Az Európai Unió egységes spórolási terve a németek miatt született meg, erről beszélt a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője a Kossuth Rádióban. Póca István kiemelte, a tagállamok közül sokan nem értenek egyet a 15%-os spórolási javaslattal. A szakértő szerint azért erőltetik ezt a németek, mert ők nem készültek fel a közelgő energiaválságra. Esténként sötétbe borul Berlinben a porozdán háborúban aratott diadal emlékére emelt győzelmi oszlop. A főváros kikapcsolta a díszkivilágítását, így próbál spórolni az energiával. A győzelmi oszlophoz hasonlóan még 200 épület világítását is lekapcsolják. Hannoverben már akkora a baj, hogy a középületekben, az uszodákban, a sportcsarnokokban és az edzőtermekben csak hideg víz folyik a csapokból. A szökőkutakat is elzárták, és nem lesz világítás a városházán és a múzeumokban. We will start saving gas now. Most elkezdjük a gázmegtakarítást, mondta kedden Kadri Simpson, az unió energiaügyi biztosa, amikor is az illetékes miniszterek elfogadták az unió gáztakarékossági tervét. Ennek értelmében 15%-kal kell csökkentenie az uniós államoknak a gázfogyasztásukat 8 hónapon át. A korlátozáshoz jelenleg önkéntesen csatlakozhatnak az uniós országok, azonban a spórolás kötelezővé válik minden tagállamra nézve, amennyiben az Európai Bizottság vagy legalább 5 tagállam kezdeményezésére az Európai Unió tanácsa úgynevezett riasztási helyzetet vezethet be. Európai szinten egyetértés van abban, hogy a gáztakarékossági terv a német helyzet miatt született meg. Erről beszélt Póca István a Kossuth Rádió vasárnapi újság című műsorában. Alapvetően ez a németekről szól, és nem mindenki ért feltétlenül egyet ezzel a megoldással, hogy miért kell egy ilyen elkapkodott, elsietett, nem teljesen végiggondolt megoldásra erőltetni mindenkire, ami alapvetően arról szól, hogy Németország nem feltétlenül készült fel. Bár drága a nyersanyag, és nagyon drága az energia, de ne legyen belőle hiány. A magyar kormány megtesz mindent annak érdekében, hogy ne legyen hiány az energiahordozókból, hangsúlyozta szombaton a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta, ha októberben tele vannak a gáztárolók, akkor a lakosság számára lesz elég gáz a télen. Pillanatnyilag a tárolói töltöttség 50%-os, a mintegy 3 milliárd köbméter gáznak a tárolását jelenti. Ez az ország ellátására kb. 2 hónapig elegendő, hogyha csak a lakossági ellátást nézzük, akkor 125 napig, tehát 4 hónapig lenne elegendő. Az a cél, hogy bármilyen drága is a gázatároló, az tele legyen. Hozzátette, Magyarország bár nem szavazta meg, kénytelen lesz betartani a 15%-os gázfelhasználási csökkentést, és képes is lesz erre.